Sziasztok, én Szilárd vagyok, és szeretnék veletek egy kicsit komolyabb témáról beszélni. Mint a címben is látható, ez nem clickbait, ez ténylegesen egy megtörtént dolog velem. Nem szeretném részletezni, annyi a lényeg, hogy az autóbalesetekről szeretnék veletek beszélni. A címből következik, hogy igen, volt nekem is egy nagyon súlyos autóbalesetem. Szerencsére, tehát a szerencsére karsz nélkül kiszálltam, ez köszönhető az autó minőségének, amivel történt, ugye, és a sorozatnak, ahogy ez lezajlott, szerencsére mondom, egy karsz nélkül kiszálltam, de nagyon nagyobb probléma is történhetett volna, tehát ez a szerencsém múlott, és tényleg majdnem sokkal-sokkal nagyobb probléma történt. Én azóta teljesen máshogy állok az vezetéshez, teljesen más, hogy látom a dolgokat, tudod, teljes mértékben ilyenkor kicsit megváltozik, komolyabban rá odafigyel a dolgokra az ember. Tényleg kellett nekem is egy hónap, míg ugye visszamentem, és visszaültem egy autóba normálisabban is, és akkor is csak így félve mentem, tehát kellett az embernek egy nagy levegőt venni, és újra felépülni ebbe a vezetésbe, és újra nem félni attól, hogy most újra vannak körülötted, meg ilyenek. Ez egy időt igénylő dolog ez a felépülés, én végigjártam. Szerencsére támogatott az egész családom, meg a barátaim, meg mindenki, és így eléggé könnyedén sikerült ebbe visszamenni. Ugye ez volt nagyon korán még a, hát nem is tudom most pontosan, de szerintem egy 4 éve történhetett, vagy 3, de szerintem inkább 4, majdnem 4, és azóta már teljesen máshogy állok a dolgokhoz, megpróbálok olyan helyzeteket elkerülni, amit ugye nagyon nehéz, de kis odafigyeléssel, pontosabban nagy odafigyeléssel el lehet kerülni. Nem akarom tovább fecsérni a szót, arról szeretnék beszélni, hogy egy vezetés dologról szeretnék részletesebben beszélni, hogy a rutint hogyan lehet eltanulni, és nem akarom itt megmagyarázni a nagy tudást, én is egy átlagos vezető vagyok, egy átlagos sofőr, csak olyan helyzetekben történtek velem, és olyan helyzeteket láttam már, meg tanulmányoztam kicsit részletesebben magamba, meg videókat néztem, meg azért van annyi tapasztalatom ez alatt a 4-5 év alatt, hogy el tudom mondani nektek, hogy mire kell nagyon figyelni a friss jogsisoknak, és azoknak is, akik esetleg már több éve vezetnek, mert hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni egy-két dologra vezetése kapcsolatban, amire nem feltétlenül figyelné oda, ha nem hívják rá fel a figyelmed. Én ezzel nektek szeretnék segíteni, aki esetleg most kezdi el, vagy épp jogsia lett, vagy akár mondom évek óta csinálja. Nem én akarom megmagyarázni neked, hogy most rosszul vezetsz, én nem tudom, hogy vezetsz, nem ismerlek, de esetleg nézed ezt a videót. Olyan technikákat szeretnék elmagyarázni nektek egy kis összefoglalva, ami megelőzhetővé teszi ezeket a baleseteket, és nagyon-nagyon sok helyzetben meg tud titeket menteni, vagy könnyebbé tudod tenni, vagy jobban le tudod reagálni az én tapasztalataimból. Ez 3-4 dolog kb. Nem számoltam össze, csak úgy gyorsan ledarálom. Utána, hogy rátérek a lényeg, hogy mi apropóján kezdtem ezt a videót, és miért szeretnék erről nektek beszélni. Nem én vagyok a nagy tudó, mondom, átlagos vagyok, csak olyan dolgok történtek velem, amiket láttam, meg amiket átéltem, meg ismerőseim átéltek, hogy ennyivel egyszerűbb lesz nektek ezeket elkerülni. Első dolog, ami nagyon-nagyon veszélyes, ez a másikra való rácsúszás. Hogy nem szabad akármilyen dolog van, nem szabad túl közel menni az előtted állóhoz, mert nem tudod, hogy az mikor fog resatufékezni, mikor áll meg úgy, vagy rohamot kap, mert volt olyan is, hogy valaki szívrohamot kapott, láttam videón, és akkor egyből leblokkolt, és nem tudod, mikor történik az előtted állóval valami, akármennyire figyelsz, ezért meg kell hagyni ugye minél nagyobb sebességnél, minél nagyobb távot a két autó között, a fék távot, mivel te leszel a hibás, ha belemész és összetöröd az autótokat, a kettő, mind a két autót, az a te hibád csak, hogyha te belecsúszol. Ugye mindig úgy van kressz szerint, hogy aki belemegy a másikba, ugye az a hibás hátulról. Nagyon-nagyon kiírívó eseteknél lehetséges, hogy nem, ha direkt rátfékez, hogy berántja eléd és rátfékez, de most nem erre akarom mondani, hanem úgy lehet ezeket megelőzni, hogy meghagyod a kellő távolságot, hogy meg tudj állni. Az a lényeg, hogy te megállj, hogy túléld. Nem az a lényeg, hogy most előbb érj oda, vagy verseny, vagy valami, vagy jó.
ha esetleg előzget, és ez nem probléma, mert mindenki csinál, mindenki, aki szeret vezetni, az szokott előzgetni, de azt is úgy csináld, hogy szépen került ki a másikat, más ívből vedd át, előbb menj át a másik sávban, ne centíz ki, ne húzzad rá, mert nem tudod, hogy mit fog reagálni a másik, megijed, akármi történhet. Nagyon sok olyan eset történt, amikor nem is az előzés miértje, hanem hogy esetleg megijedt, nem figyelt, és abból történt a baleset. A másik ebből következő a féktávból, hogy te próbálj meg nem az előtted álló, hanem az azelőtt álló autóra is figyelni. Ugye minél többre tudsz figyelni, minél jobban rutinból megy a váltás, indulás, ilyen dolgok, ugye maga a gépjármű kezelése, a figyelmedet tudod összpontosítani a többi autóra, hogy mögötted kettő és mögötted előtted kettő autóra legalább kéne figyelni, hogy mit reagálnak. Mert nem tudhatod, hogy az előtted álló figyel egyáltalán az előtte állóra, tehát ez két autó, ugye, hogy az te előtted álló, az előtt álló figyel, és lehet, hogy te észreveszed, hogy a te előtted álló előtt, jó, most sok előtted álló lesz, bocs, de remélem érthető, tehát hogy te vagy, van egy előtted, és van egy az előtt. Na most, ha az előtti nem figyel az előtte állóra, akkor bele fog menni, és te is rá fogsz csúszni. Tehát neked több autóra kell figyelned körülötted, mint csak a kettő vagy három, ugye, ami körülötted van. Muszáj, mert nem tudod, hogy az mögötted álló meg fog-e állni, és sok olyan helyzet van, amikor inkább menj át a piroson, inkább menj át a sárgán, inkább ránysd félre, mármint, hogy le másik sávba, és nézd meg, mert van, amikor nem figyel a mögötted álló, rád fog csúszni, és ugye lehet, hogy olyan gyorsan megy, hogy például totál káros lenne az autód, de akkor inkább menj át a piroson, állj félre és kezdj, és küld el a picsába vagy valami, mert azt, ha figyeled a kereszteződés és nem jön senki, azt is kell figyelni, mert nem számít a lámpa, mert valaki pirosan is átmegy, de figyelned kell arra, hogy a mögötted álló és az előtted álló körülött mi történik, nem csak saját magadra, mert hogy te tudsz vezetni, az nem számít semmit, mert a sok hülye nem figyel, vagy a figyelmetlen, most lehülyéztem őket, a figyelmetlenek nem figyelnek, és flegmák, nem figyel oda, most telefonál, mit tudom én, gyereket etett, volt olyan gyerek, anya hátrafordult, azt úgy ment a kanyarba, érted, eteti a gyereket, kész, agy fasz az egész, figyelned kell rá, muszáj egyszerűen, ezt nem lehet máshogy megcsinálni, sajnos ennek a módja, ez így működik, ezt csak úgy lehet kezelni, hogyha figyelsz rájuk, és ugye így meg tudod ezteket előzni, hogy esetleg belé csúsznak, vagy az előtti bebele csúsznak, és akkor ugye rátolódsz te is, tehát ilyen dolgokkal ezzel előre tudsz gondolkozni, úgymond ez rutint igényel, éveket igényel. Most a másik, ami nagyon-nagyon nehéz, és egy lelki jelenlétet kíván, ez a vadkár, tehát hogy az őz, a róka, a pumukli, a macska, mindegy, az a lényeg, hogy valamilyen állat kiugrik eléd. Ugye az állatok buták, sajnos ezt nem lehet mondani, ők állatok. Tehát ők nem úgy reagálnak, mint egy ember, hogy körülnéd, mikor az emberek közt is van állat. De ugye az állatok azok úgy reagálnak, hogy csak hogy kiugrik. Tehát ő nem néz körbe, hogy most te jön-e a zebra, vagy mit tudom én, ugrik, érted? És ezzel te nem tudsz mit kezdeni. A legjobb reakció erre az, hogy így izomból betartod egyenesre a kormányt, ahogy mész, tehát ha mész egyenesen, vagy kanyarban, vagy mi, betartod a kormányt az ívbe, vagy az egyenesre, tehát izomból rámész a kormányra, és satú, ugye kuplungfék. És most okés, hogy esetleg belé csúsznak, akkor az ő hibája, de hogyha főleg nincs mögötted, akkor nem is fog történni semmi, de általában ugye azért vannak helyek, tehát le tudják ők is reagálni, mert látja, hogy az előtted lévő elő kiugrik valaki, akkor te jó, előbb észreveszed, mint hogyha pont az autója előtt ugrik ki. Tehát azért ilyenkor az történik, hogy nagyon sokan elrántják az autót. Nagyon sokan az a reakció erre, hogy kikerülné. Az a legrosszabb reakció, mert okés, hogy tegyük föl, széttöri az orrát az autónak, és hogyha elrántanád, akkor tegyük föl, kikerülnéd, mert mit tudom én, pont úgy jönne, hogy átugrik előtte, te kikerülöd, de ha lerántod az árokba, akkor meg is halhatsz. Abból sokkal nagyobb probléma van, ha te lerántod százzal az autódat az árokba, mint hogyha százzal átmész egy szarvason.
Oké, és hogy leszakad az autód orra, meg kár, meg minden, de túléled. Sokkal több esélyed van a túlélésre, hogyha izomból satú, tehát fék, és így egyenesen mész. És izomból fogod a kormányt, nekem is volt kétszer az életemben már, pedig azért nem járok olyan sokat városon kívül. Kétszer már mi volt reakció? Így. Ráfogni a kormány, és satú. Mert hogyha te lerántod a kormányt, ugye, mert megijedsz, ugye ez a lélek jelenlét, amiről beszélek, hogy te ott vagy lélek jelenléttel, és te lerántod esetleg, akkor felborul, szétszakad az autó, nem vagy bekötve, tehát sokkal nagyobb problémát okozhat, mint hogyha így átmész valamin, mert akkor te is ki vagy támasztva, azért kézzel fogod, tehát a reakciónak ennek kell lennie, hogy inkább menj át azon a szegény szarvason, mint hogy széttör magad, meg megöld magad. Tehát ez egy nagyon nagy probléma. Példát tudok mondani, erre megtörtént eset, itt Pécs közelében van az Orfű, afelé nagyon kanyargósak az utak, tehát tudod, ez az ilyen lankás, hányingeres tudod, ez a nagyon rossz. Magyarországon sok ilyen van. Szóval ez történt, hogy anya, kisgyerek, nagymama, tehát így hárman, vagy azt hiszem két gyerek volt, lehet, hogy egy, nem lényeges. Nagymama nem volt bekötve. Kisgyerek gyerekülésbe, anya nem volt bekötve. Mi volt a reakció? Megy a lankás úton, 50-60, nem ment gyorsan. Bement az ablakon a darázs. Bement az ablakon a darázs. Anyukának reakciója, és most nem a női sofőrökre akarom kivezetni, csak pont ezt a példát, ezt ismerősöm ott volt, tehát előtte történt meg, és ők álltak meg segíteni. Beszállt a darázs az autóba, a nőnek az volt az első reakció, hogy ács! Kanyarba ki, felborult, szétszakadt az autó, szarrá tört, mentőt kellett hívni, eltört a válla, öreganyja ott volt, tehát kisbaba benne, hullott ki a csomag, minden. Ilyenkor lélek jelenlét. Nehéz, tudom, ez oké, és én mondom, nehéz, nagyon nehéz. Azt kell ilyenkor csinálni, darázs beszáll, így fogod a kormányt, figyelsz az útra, le se szarod a darást, mint ott se lenne, ha félsz, hanem ha allergiás vagy rá, akkor se. Mert inkább az allergiás cuccot, azt inkább túléled, mint hogy ketté töröd a nyakad az árokba. Fogod a kormányt, és maximum, ha annyira tényleg, hogy félsz a darástól, vagy allergiás vagy rá, nézed a következő helyet, és félreállsz. Nincs megijedés, hogy áll darázs, meg áll légy, meg áll, mit tudom én. Nincs ilyen. Ha kell, ide rászáll a darázs a karodra, vagy ide az arcodra, akárhova, és beléd harap. Leszarom, nem érdekel. Harapjon beléd. Az életed fontosabb, mint hogy a darázs. És ilyen dolgokkal a nő kicsit parásabbak, meg jobban megijednek, szóval nem, ez inkább fennforog, egy férfi ezt jobban lehet tudja kezelni, és ezt nem azért mondom, mert én nagy himsovista vagyok, hanem ez így van. Szóval ez így le kell reagálnod, és nagyon-nagyon sok olyan dolog történt, ami ilyen megijedésből, félrerántásból, sokkal nagyobb problémát csináltak a bolhából. És ezeket meg lehet előzni. Nagyon sok olyan dolog van. Na most a következő, az a, hogy is fogalmazzak, az az elsőbségadás téma. Hogy kinek van elsőbsége, és kinek nem. Ezt a Kressz nagyon egyértelműen bírálja. Tehát balesetnél iszonyatosan egyértelmű a Kressz, nincsenek kérdőjelek. Max, mit tudom én, 8-an mennek egymásba, akkor vannak kérdőjelek, de úgy, ez az elsőbséges téma, tábla, jobbkész szabály, vonalak, ugye felfestések, zárvonal, minden egyszerűen Kressz egyértelmű nagyon az ilyen témákba. De vannak olyanok, akik, hát hogy is mondjam, nem mindig elsőségadásos témában a legjobbak, és ezt úgy tudod, ez is rutinnak hívják, tehát sajnos ezt csak is idővel lehet felszedni, minél többet vezetsz, minél több kilométert raksz bele a lábadba, úgy mondja, annál több jobb meglátásod lesz, és annál jobban fogod érezni azt, hogy most mikor kell megállítani, főleg, hogyha egy autóval mész sokat, hogy az az autó mikor áll meg, hogyan fog a féke. És olyan autóval, ezt megjegyzés zárójel, olyan autóval, amiben életedben először ülsz, nem nyomod. Az első alkalommal azt se tudod, hogy fog a fék, hogy húz az a motor, mit kell váltani, hogyan kell tenni. Életedben először ülsz az új autódba, vagy akármi, nem ralli, szépen be kell tanulni a saját autódat.
Nem vicc. Kell egy 2-3 hét, mire hozzászoksz az autódhoz. Hol fog a kanyarba, hogy fog a fék, hogy milyen a úttartása, nagyon sok minden. Az összes autó különbözik. Két ugyanolyan autó között, amit legyártottak, csak van köztük. Ez így gyártották, ez ott gyártották. Nem ugyanaz az autó, képzeld el. Nem hasonlítak, nem azt mondom, de úgy értem, hogy lehet, hogy ez teljesen más utat járt be a 10 év alatt, mert valószínűleg nem vadalt új autót járt, vagy teljesen más utat, más felújításon esett, tehát más az úttartása, más a motornak a teljesen, tehát sok mindentől függ. Meg kell tanulni az autót vezetni, zárója bezár. Azt szeretném ebből kihozni, hogy ez idővel rád fog jönni ez, hogy te jobban érzékeled, hogy mikor kell fékezni, hogyan kell fékezni. És az első sigadás dolgoknál van a legnagyobb probléma, ha nem figyel valaki, vagy leszarja azt a táblát, vagy csak azt mondja, hogy á, most még elfér az, és ilyenekből vannak a problémák. Legtöbbször az első sigadásos dolgoknál az szokott lenni, vagy táblánál, vagy egyenrangú kereszteződéseknél szoktak még problémák lenni, vagy ilyen lakó negyedekbe, vagy telepen, vagy hogyan fogalmazok, tudod, amikor nagyon szűk ilyen kis utcák vannak, ott szoktak még ilyenek lenni, hogy csak csapatod előre. Tudod, mész, de el kell a 30, nem is kell csapatni. Szépen mész egy normál sebességgel, de nem adsz ugye egyenrangú kereszteződésekbe elsőbséget. És mi van, ha valaki ugyanúgy, csak úgy megy, mint te? Hogy nem csak 30-a. Most a kettő autó így egymásba, akkor az egyik vagy felborul, vagy leszagad a fele, vagy nincs bekötve, befeáldat félvédőt, tehát nagyon sok olyan problémát lehet megelőzni, hogyha te meg kell állnod minden kereszteződésnél. Például Pécsen van egy olyan, hogy régi kertváros, az a neve, egy tábla nincs bazd meg az egész helyen, egy kurva táblát nem raktak le, és az összes egyenragú kereszteződés. A létező összes, van benne vagy 20, és mind a 20 egyenragú. Tehát minden egyesnél, ha mész egy úton, jobb kéz. Megállsz, jobb kéz. És így végig kell menni. Egyszerűen nem lehet más csinálni, mert mi van, hogyha valaki valamik állat meg küldi át, és lehet, hogy te vagy jobb oldal, tehát neked lenne elsőbséged, te meg csak tudod, hogy jó szeműen mész át, ő meg csak beleid. Az egyenragú kereszteződéseknél nagyon-nagyon figyelni kell, amikor nem belátható, figyelni kell, lassan kell menni, oda kell figyelni. Nem szeretnék nagyon belemenni a dolgokba. Amit mondtam, a legelső szeretnének visszautalni, hogy fogod magad, és figyelsz az előtted álló autóra, azaz az előtti autóra, és nem a, tehát hozzá kell szokni rutin, hogy nem csak magadra figyelsz, hogyha te már tudod kezelni az autódat, ha már nem okoz az neked izét, nem kell ráézed a váltóra, hogy te most tényleg egyesbe van, most milyen sebességben van, meg hogyan rag, meg ilyen, tehát ezen túl vagy, mész már egy jó ideje, tehát ez a kezelésed megvan, hogy nézed az autódat, hogy te autód hogy van. Nos, nem itt kezdődik a rutin. A rutin ott kezdődik, hogy te ismered, hogy érzékeled, és látod, és perifériával, vagy tükörből, vagy akár, hogy te nézed, és tudod, hogy hol van a körülötted lévő autó. Tehát nem a te autód, hanem az összes, ami a körülötted lévő sávba, melletted, akárhol van, hogy tud, hogy hogyan kéne reagálnod, hogy esetleg valamelyik nem figyel. És minél több időt fogsz menni, annál jobban veszed észre, hogy te már nem is, tehát hogy is fogalmazzak, már nem is kell a tükörbe belenézned, de már tudod, így befog, ping, hogy melletted van egy autó. Mert a rutinból, hogy belenézted a tükörbe, és volt mögötted egy autó. Most belenézed a tükörbe, és nincs ott az autó, ami mögötted volt, és előtted sincs. Akkor valószínűleg pont melletted van. És ezt egyből le fogod vágni, hogyha a rutinod lesz, hogy már sokszor ezt eljátsz, nagyon sok, tehát idő, évek is rutin, ez így működik sajnos. Ez egy ilyen dolog a vezetés, meg akármilyen ilyen gépjárműkezelés, hogy rutin kell hozzá is évek, hogyha te tudod, előtted nincs, mögötted nincs, két lehetőség van, vagy sehol sincs, tehát melletted sincs, vagy konkrétan pont melletted van, hogy nem látod se tükörből, de pont periférián kívül van, hogy pont melletted van. És te tudod, hogy hol az autó, nem látod se ott a tükörbe, se ott a tükörbe, se előtted, akkor melletted van, úgyhogy nem látod. És ezt te tudni fogod, hogyha annyit mész már, hogy már, tehát egyszerűen tudom, ez ilyen egyszerűnek hangzik, hogy csak így nagyon sokat kell gyakorolni, figyelni kell, és nagyon-nagyon olyan dolgok vannak ebben a vezetésben, amik meg nehezítik, ugye leszart téged, ráhúzza, nyomja neki az 1-0-ás Suzuki-val, vagy a Peugeot-val, vagy mit tudom én fiattal, nem az a lényeg milyen autó, nyomja neki, húzza neki, csapja neki, és le se szar, rád rántja, keménykedik,
Le kell szarni, hadd csinálja. Hadd halljon meg. Hülye ember, nem érdekel téged. De ha te életeddel játszik, akkor azt ne hagyd. Ez a legfontosabb az egészben, hogy a te életeddel ne játszon senki más. És te se, de senki ne játszon a te életeddel az ő treánsága miatt, meg fassága miatt. Nagyon komoly téma, tudom, nem ilyeneket szoktatok megtölni, de szerettem volna erről beszélni. És ő szeretnék még két dolgra visszautalni. Ez másik az autópálya. Jó, hosszú ez a videó, beszélgetős videó. Másik az autópálya, hogy te fogod magad, és mész az autópályán szabályosan. 140-nel. 150-nel, az már nem annyira szabályos, de 140-nel még lehet menni autópályán, mert 130 a hivatalos, 10-et rá lehet hagyni. Mindenki 140-nel megy amúgy. És 140-nel mész a belső sávba, úgy előzöd őket. De most meg szokott lenni ebben az országban, valahogy ez így van, hogy külső sávba illik menni. Ez egy illem. Senki nem mondta meg azt, hogy ott kell. Amúgy Kressz szerint hivatalosan jobbra tartás van az országban, tehát a kétsávos utaknál mindenkinek a jobb oldalt kéne menni, és a belső az előző sávnak kéne, hogy legyen. De városokban nem így van egyáltalán. Autópályán van így, hogy mindenki a külső sávban halad. Azért, hogy megkönnyítse a többi autónak a dolgát, ha esetleg gyorsabb, előn menne, vagy siet, vagy akármi, és nincs ezzel probléma, hogy ő gyorsabban megy, mert van két sáv, te mész a külsőből, meg megelőz a belsőbe. Most valaki végigküldi a belsőbe, ezt bunkó paraszt faszopónak szokták hívni, nem a háta mögött, hanem így utána ordítjuk, hogy a köcsög anyádat, meg te vagy az inkább, a köcsök, ugye, majd ebből látjátok majd valamikor, hogy mire utalok. És az a lényeg, hogy sokan megcsinálják azt, nem tudom honnan jön ez a hülye emberekből, de ez most tényleg hülyék, hogy megy a külsőságba szabályosan. Megy előtte egy másik autó, de ilyen egyel megy többel, tehát tegyük fölül 130-al megy, meg 131-el. Na most fél óra alatt, vagy 20 perc, vagy 15, az nem lényeg, hogy mennyi, de nagyon sok idő, tehát 10-nél több percig, mögötte megy a külső sávban. Tehát mennek a külső sávba két autó. Tudod, így egyen megy többet, tehát így, mit tudom én mondom, 10 perc alatt hoz rajta 100 méter. Tehát nem is érződik az, hogy milyen, hogy gyorsabban menne, csak épp hogy. És ugye megy mögötte. Nem előzné meg, nem jut eszébe, nem jut eszébe, hogy megelőzzön. Te mész kicsivel többet, tehát 10-zel, ami már sokkal többet jelentette, már haladsz rendesebben hozzájuk képest. És kirakod az indexet, bemész a belső sávba, hogy szépen 140 elmész a 230 adó autó mellett. Na most mit csinál, aki végig mögötte ment, negyed órát, 20 percet, abba a pillanatban, hogy te kb. Odaérné hozzájuk, mert ugye gyorsabban mész, tehát sokkal marabb odaérsz, kirántja eléd az autót a belső sávba. Le se szarja a tükröket, nincs tükör, leszették, ellopták. Le se szarja, hogy te mögöttem ész gyorsabban, full szabálytalanul kirántja eléd. És ez azért veszélyes, mert hogyha például te már sokkal gyorsabban mész, például ez a német autópályán nagyon rossz. Német autópályán ilyet ne csináljatok. Úgy nézzétek a német autópályán azt a kurva tükröt, mint az életetek múlna rajta, mert az múlik. Ha te kirántod a 200-al menő Ferrari elé az autódat, akkor valószínűleg a Ferrari nem fog megállni 10 méter alatt 130-ra. Meg 250-nel menő Audikat, meg BMW-ket, mert német autópályán akármennyivel lehet menni legálisan. Tehát a német autópályán ilyen nagyon veszélyes. Magyarország ugye mész 10-zel többen, hát akkor még meg tudod állni, akkor villogtasz, meg dudálsz, hogy mit csinálsz, te hülye? Hát láttad, hogy itt meg előzök éppen szabályosan, és te kirántod elém, és veszélyhelyzetbe sodorsz engem, őt, két-három családot, bazd meg, mert nem figyelsz. És ilyen nem, és akkor mi? Nem érti, hogy miért villogtatsz meg dudász rá, hogy miért. Azért, mert kb. Veszélyezetet teremt a trehányságával, hogy annyira nem képes, hogy ott a tükör, és ennéz, ennyit sem. És tudja, mert lát téged, hogy ha nem teljesen inkontinens palibazd meg, akkor látja, hogy te gyorsabban haladsz. Vagy inkompetens, mit tudom én már. Relax. Fél órája beszélek lassan. Annyit akartam kihozni igazából, amiről az egész felépült, tudom ezt az elején kellett volna lelőni, mert clickbait, de probléma, megoldó dolog, megtörtént egy baleset előttem. Két hete, másfél hete, nem tudom, lehet egy hete, pont egy hete.
Állok öreg anyámmal a kereszteződésbe szabályosan, stop tábla, vagy elős, ez stop tábla volt, azt hiszem, és ugye én állok. Most megálltam, és ugye ilyen hülyén van a kereszteződés, mert nagyon ki van tágítva, meg utána szélesedik a kereszteződés után szélesedik a sáv is, tehát ilyen kicsit hülyén van meccsen, de amúgy nem olyan nagy probléma, és van egy zebra keresztbe. Látjátok majd a videón, megmutatom. De, ugye van egy keresztbe egy zebra, valaki ugye nagyon udvarias, bár most visszagondolva, legtöbbször ilyen nem szokás megállni a gyalogosnak, hogyha a másik sávba áll, vagy úgy áll meg, hogy például megy a 100 autó, és akkor ott áll egy gyalogos, azért nem szokás megállni. Most lehet, neki van elsősége, de vagy így alakult ki, hogy nem állunk meg Magyarországon a gyalogosoknak ritkán. Én megszoktam, de úgy, hogyha nem áll 100 autó, mert az a forgalmi dugót okozok, hogyha én most megállok, és egy gyalogost átengedek, de már rám tolódik még 10, tehát sok probléma kialakulhat ebből. Nem szokták átengedni. Na most van, hogyha átengedik. Átengedte, lép le a gyalogos, hát és ugye a mögött álló nem figyelt. Majd látjátok majd a videón. Hát sajnos belecsattant izomból. És mondom, hogy a hülye vagy a videón megnézitek majd. Mondom a hülye, ma már meg júj, na mindegy, nem ez a lényeg. Megtörtént. És mondom, hogy hülye. Mert hülye volt. Egyszerűen látod, hogy áll az autó előtted, és sok idő eltelt, relatíve 5-10 másodperc, mire belecsattant. Tehát nem mondhatod azt, hogy ő hirtelen állt meg, mert már rég, már leépett a gyalogos, és már ment át, meg ott álltak az autók, és már ott álltam egy 10 másodperce, és látszik az a videón, hogy nem figyelt egyáltalán. Biztos telefonozott, mit tudom én, szarrá tört a saját autóját, szerencsére az előtt álló autó nem volt akkora baja. Nem történt semmi baleset, tehát hogy emberi, hogy nem sérült meg senki, ezt kerestem, és nézzük meg a videót akkor. És ilyen furán kötött. Júj! Na, az ilyen. Gratulál. Igen, mert rátengettem. Ő a hibás. És fölvettem az egészet videóra. Igen? Aha. Ő ment bele, nem? Persze, az a hibás, aki belement. Na, az egész, hogy tudod fölvenni az egészet videóra, basz? Azért, mert megy gyorsan, le, nem figyel azt. Igen. Ja. Akkor már hallottam, már kirázott a hideg. Mondjuk megint egy roncs autóval összetört egy új autót, tehát kettő közti különbség között. Most csinált kárt, az annyi, mint az ő autója. Ja. Igen. Mindig a rossz érzést tudod az emlék vissza. Ja, a torkomba ilyenkor ez a... Ja. Hát sajnos sok ilyen van, úgyhogy... És ez még jó, ez még csak semmi. Nem olyan nagy. Hát csak semmi, azért itt... durva anyagi károk. Most nézd, hogy parkolnak le. Ja. Lesz is szarja, hogy ott izé, itt van a hely, érted? És akkor itt kell centiznie az embernek, hogy... Ja. De tényleg úgy... logikája lenne egy kicsit, hogy te, hát ott nem fog elférni egy izé, egy robogó ja. se. Arrébb állok 5 métert, és hely van, tehát... Ja. Nem akarom kielemezni a videót, elmondtam nagyjából, mi történt, látjátok. Ugye... történnek ilyen balesetek, és ezt figyelemmel és rutinnal, és tényleg odafigyeléssel ezeket meg lehet előzni. És szeretnék titeket arra kérni, hogy téptem itt a számot, meg túlmagyarázom, tudom, néha túlmagyarázom a dolgokat, figyeljetek a másikakra, figyeljetek, hogy közlegedtek, és csak is olyan esetekben csináltok meg, tehát hogy is mondjam, olyan esetek elkerülése érdekében, amit mondtam, sokkal nagyobb odafigyelést az utakon. Mindenkinek jó utat, balesetmentes örökkét, vagy sok kilométert úgy szokták mondani. Csak a jó kívánságok az összes embernek. Én szeretek vezetni, én azért csinálom, mert egy élmény is. És ne veszélyeztessük a másikat, jó? És próbáljunk meg odafigyelni a másikra. Sokkal könnyebb lesz
a te életed is, és az övé is, hogyha mind a kettő figyel a másikra. Ez csak egy udvariasság. A vezetés kultúra Magyarországon nem nagyon jónak mondható sajnos, úgyhogy ezzel együtt szeretném ezt a videót elkészíteni, hogy figyeljünk a másikra, és előrelátóbbak legyünk, és próbáljunk meg úgy közlekedni, hogy tényleg a vezetéssel foglalkozunk. Köszönöm szépen, hogy végighallgattad ezt a dolgot. Igen, clickbait a cím, meg ilyesmi, de tényleg megtörtént, sajnos nem részletezem, mert eléggé rossz emlék. És ezzel szeretném zárni a videót. Ha tetszett, iratkozz fel, dobj egy lájkot, és a szokásos. Találkozunk a következő videóban. Szevasztok!